Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Nagyon szép gondolatai vannak, hiszen itt a szerelemről van szó, és ő elvárja azt, hogy minden jóra forduljon köztetek, mert szeretné azt, hogyha találkoznátok, boldogok lennétek együtt. Tehát szép gondolatok, szép tervek. Hogyan érzi magát? Itt látható egy találkozás, megvannak nála a vágyak, hiszen szeretne látni téged. És itt ez a gyermek utal egy új irányra, egy új kezdetre, de jelentheti a gyermekeket is, hogy megvan ez a fiatalos kisugárzás, az ártatlanság, vagy ott vannak a közelében a gyermekek, az is lehet, hogy szeretne egy gyermeket tőled, de ami fontos még itt, hogy találkozni akar veled, és itt is látható a szerelem, ez, amit ő elvár tőled. Persze azt is jelentheti itt ez a kép, hogy neked is vannak ilyen elvárásaid, és ő ezzel tudatában van. És mit fog tenni? Itt látható, hogy az anyagi dolgok is fontosak, az is lehet, hogy segít téged anyagilag, vagy itt lesznek nyeremények. De ez a pénz, ez szimbolikusan utal arra is, hogy értékel téged, és itt a ház lehet egy meghívás, vagy ő szeretne meglátogatni téged, az is lehet, hogy itt vannak változások, költözködés, esetleg tervezi azt, hogy együtt éljetek, hogy legyen egy közös otthon, és akkor az anyagiak is közösek lesznek. Mi köt össze benneteket? Itt látható egy gazdag férfi, az lehet, hogy valaki segít anyagilag, vagy lesznek nyeremények, de itt ez a gazdagság jelenti a belső értékeket, és hogy te értékes vagy számára, ő is elvárja azt, hogy megkapja az elismerést. Itt láthatóak a változások, a találkozások, az elvárás, a szerencse, a szerelemben, de az anyagiak terén is, hiszen itt lesz egy nyeremény, egy jó anyagi helyzet, és ez a ház utalhat a családra, vagy egy közös otthon tervezésére. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.